A kör alakú cinklemezről távolítsuk el a levegőn elkerülhetetlenül kialakuló oxid réteget. Ezután helyezzük elektroszkópra, és töltsük föl negatívra. Az ívlámpa bekapcsolásával nagy intenzitású fénysugárzásnak tesszük ki a cinklemezt, amit a töltés gyors elvesztése követ. Ismételjük meg a kísérletet pozitív töltéssel. Ekkor még hosszú idő alatt sem csökken az elektroszkóp feltöltöttsége. A negatív töltéssel ellátott cinklemezt most egy vastag üveglapon keresztül világítjuk meg az ívlámpával. Ebben az esetben sem tapasztalunk töltésvesztést. Az üveglapot eltávolítva a töltött állapot rövid idő alatt megszűnik. A negatív töltéssel ellátott cinklemezt egy hagyományos izzólámpa sokkal intenzívebb fényével világítva meg, töltéscsökkenést nem tapasztalunk. Megkapcsolva az ívlámpát, a cinklemezre eső fény másodperceken belül eltávolítja a töltést. A cinklemezen felhalmozott negatív töltés eltávolítása az ívlámpán kívül más fényforrások, például a közismert kvarclámpa alkalmazásával is lehetséges.